Sziasztok! A tapasztalataim szerint van egy olyan menüpont a Wordben, amitől még a legádázabb softskillerek is idegbajt szoktak kapni. Én is így voltam vele először, meg másodszor, meg harmadszor, meg még jó néhányszor, amikor használnom kellett. Na igen, ilyen az, amikor valami nagyon ritkán jön elő a való életben, a dolgozatírás pedig, mint tudjuk, nem a való életről szól. Hogy miről van szó, kimondani sem merem. Na jó, csak egészen halkan a hivatkozásról. Hogy ez miért ilyen borzalmas része a dolgozatírásnak, az nem tudom pontosan. Talán azért, mert ezeket a dolgokat csak és kizárólag szakdolgozatoknál, beadandó dolgozatoknál, tudományos cikkeknél, meg hasonló helyeken kell alkalmazni. Na meg a kábel TV meg bankszámla szerződéseken, igaz ez egészen más tiszta. A különböző dolgozatokban pedig kifejezetten létjogosultsága van ezeknek, hiszen a korábban már említett árgus szemű bírálók előszeretettel vizslatják, hogy vajon minden rendben van-e a hivatkozások körül, nem kevés frusztrációt okozva ezzel a szegény szerencsétlen hallgatóknak. Most mondanám, hogy a hivatkozás menü három leggyakrabban használt funkciója, a tartalomjegyzék, a lábjegyzet és az irodalomjegyzék közül a tartalomjegyzék okozza a legkevesebb problémát, de hát láttam már olyat, aki kézzel pötyögte be egyesével a címeket, aztán pedig keresgérte a hozzátartozó oldalszámokat. Puf! Uh. Így is lehet persze, de ahogy a konzulán sem mondta mindig annak idején, fölöslegesen ne szívassátok magatokat. Emlékeztek még a tagolásos részre? Hogyha a címsoropciókat választjátok, akkor a Word automatikusan tartalomjegyzékbe fogja nektek rendezni majd ezeket. Na ezért is jó következetesen formázni a munkát, mert akkor nem fog összeakadni a rendszer. Na de mi a helyzet a tényleges hivatkozásokkal? Ma találomra két diákot kérdeztem meg, hogy mi jut eszük be erről egy csomót kell vele kínlódni. Általában bepakolok mindent a szövegbe, hogy meglegyen. Ez elvisz egy csomó időt, de még mindig jobb, mintha később kinkeservesen kéne keresgélni, hogy honnan is vettem a dolgokat. Na meg az olyan hülyén néz ki, amikor a folyószöveget azzal kell megszakítani, hogy mi a forrás. Szóval, ha a folyószövegben van az a gáz, ha meg a dolgozat végére kell lapozgatni folyton, akkor meg az, írja Dávid a Corvinusról. Hivatkozásról a lábjegyzet jut eszembe. Utálom, mert... <tos> <tos> nem tudom, hogy hogy kell írni. Nem vágom a formátumot, mit kell dőltbetűvel, félkövérrel írni. Meg ha gondolatokat veszek át, akkor kell a név, meg az évszám, alul meg mindenféle bibliográfiai adat. Meg azt sem vágom, hogy mennyire veszik ezt szigorúan. Nem tudom, hogy mennyien osztoztok Laci problémájával az eltéről. Na igen, kezdjük talán a lábjegyzettel. A lábjegyzet nem ez. Lábjegyzetbe általában két dolgot szoktak tenni. Az egyik az, amikor mindenféle olyan infót pakolnak bele, ami egyébként nem fér bele a dolgozatba. Na ez az, amit nem igazán érek fel észre, hogy mi értelme van. Ha valamit le akarsz írni a dolgozatba, akkor írd le ott, különben minek utána vagánykodni a lábjegyzetes résznél, hogy lám te mennyire képben vagy. Oké, okay, egy-egy szómagyarázat belefér, de amikor a lábjegyzet hosszabb, mint a főszöveg, hát az szerintem agyrém. Szerintem. Persze, a hány iskola annyiféleképpen közelíti meg a dolgokat, tudjátok, ízlések és pofonok, a hányház annyi szokás, kinek a pap, kinek a papné, meg hát különben is ki vagyok én, hogy megmondjam a frankót, hát de nem. A másik dolog, amire általában használni szokták a lábjegyzetet, az irodalmi források megjelenítése. Éppen azért, hogy elkerüljék azt, hogy egy zárójeles betoldással kelljen megszakítani a folyó szövegben a gondolatfolyamot. Na ez már sokkal fontosabb, a forrást mindig jelölni kell, és persze nem azért, mert a bíráló esetleg összeráncolja a szemöldökét, hogyha hiányzik, vagy éppen hibásan van megadva a forrás megjelölés, hanem gondoljatok bele, van, aki évek kemény munkáját gürizi végig, csak azért, hogy belekerüljen egyetlen mondat erejéig a dolgozatotokba. Hát már csak megérdemli szerencsétlen, hogy szétek a nevét, nem? Na de hogyan? Először is nézzétek meg, hogy a sulitokban mi a szokás. Tudjátok, a szokás nagy úr Vannak iskolák, amelyek egész pontosan megadják, hogy az irodalmi hivatkozásokat hova, milyen sorrendben, milyen betűtípussal, milyen méretben, hogyan kell jelölni. Ilyenkor a legegyszerűbb, hogyha követitek ezt az útmutatót. Ha esetleg az ilyen hiányzik, akkor kérdezzétek meg nyugodtan a témavezetőtöket, akik általában mindig készségesen állnak a diákok rendelkezésére. Ha neten valamilyen oknál fogva ez az opció is kilőve, akkor a lényeg ismét, hogy következetesen csináljátok, a dolgozat teljes terjedelmében mindent ugyanúgy jelöljetek. Én például mindig úgy csináltam a dolgozataimban, hogy a folyó szövegben zárójelben írtam oda az első szerző nevét, illetve az évszámot, hátul pedig az irodalom jegyzéknél a részletes adatokat tüntettem fel tudjátok, minden olyat, amiből ha az ember nagyon akarja, vagy nagyon ráér, vissza tudja keresni az eredeti gondolatokat. Tehát a szerzők nevei, a cím, a kötet, a kiadó, az évfolyam, az évszám, az irányítószám. Ja nem, az irányítószám az nem kell. Szóval minden lényeges fú legyen ott. Persze jó, ha már a dolgozatírás legelejétől következetesen kezditek gyűjteni a forrásokat, aztán ha készen vagytok a Word néhány kattintással, olyan stílusban, olyan formátumban rendezi be nektek ezeket, amilyenben csak szeretnétek. Ha mindez megvan, akkor már tényleg csak a tartalommal kell foglalkoznatok, az meg már semmi, nem igaz? Jó munkát, legközelebb az ábrákat ábrázoljuk majd. Ha megjegyzésetek, észrevételetek vagy kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg a videó alá. Sziasztok!